A Holocaust Survey. Olyan sok mindent láttunk. És átéltünk, hogy ezt a német precizitás nem engedi meg, hogy élőtonok maradjanak. Ott és egyáltalán át a mellettünk lévő krematóriumokról mindent tudtunk. És az egyáltalán, ami megtörtént, amikor odaérkeztünk, hogy a szelekció és egyéb ilyen dolgok, hát azt gondoltuk, hogy ezt ők nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen emberek kikerüljenek, akik mindezt látták, tudják és elmondják a... Később. Sőt, arról is beszéltünk többek között, hogy hát ezt talán de nem is mondjuk el, ha kikerülünk innen, hiszen nem fogja senki elhinni nekünk, hogy ilyen létezik, hogy ilyen megtörténhetett. Barhász. Fonott kalács szombatra és ünnepnapokra, közösséges szombatokon hosszúkás az alakja az őszi ünnepek idején kerekre vonja. Nagyon szerettem a Pészahot, mert akkor a padlásról lekerült a pészachi edény, ami sokkal szebb volt, mint a mindennapos edényeink, mert az csak egy évben egy hétig volt használva. Anyám óriási takarítást csapott a házban, és akkor csinált kovászból egy ilyen kis galacsint, és mivel nekünk tűzhelyünk volt a konyhába, bedobta a tűzhelybe annak jeleként, hogy teljesen tiszta a lakás. Nagyon szegényes berendezésünk volt, és egy karosszék, meg plusz egy szék volt az apámnak megcsinálva párnával, az volt az úgynevezett Hesebet. És nem messze tőlünk egy kis utcában volt egy pék, ahol vittük pénteken a sóletet, mi gyerekek, és szombaton délben mentünk érte, és akkor szombaton mindig együtt volt a család, már péntek este is, jött az apukám a templomból. Otthon édesanyám addig megterítette a hófehér abrosszal az asztalt, égtek a gyertyák,
ott volt a két kalács, magyarul, illetve Barhez. Barhezre vonatkozó áldást, azt még mindig tudom, pedig mondjuk én nem vagyok héberül is, el tudom mondani, ha érdekli az a Póruch ato Adonai, el a hénu mele hajlom, a majci lehet minó orec. Ezt mindig ilyen gyorsan mondtuk, mert akkor kaptuk meg a Barheznak a sarkát, és az nagyon finom volt. Antiszemitizmus. Közhasználati értelemben a zsidók ellen irányuló törekvés. Zsidó ellenességet jelent. Numerus clausus. Zsidó ellenes diszkriminatív rendelkezés. Jelentése korlátozott szám. Volt egyszer egy pogrom, és a pogromlat lefogták a rabit, és azt mondták neki a pogrom lovagok, hogy csak akkor engedik szabadon, a családjával együtt különben megölik, hogyha egy lábon állva elmondja a zsidó hitnek a lényegét. És rabbi fél lábára állt, és azt mondta, szeresd fel a barátodat, mint te magad, és letette a lábát. Azt mondják, a Kandu Samu Mancsi, ez a zsidó hitnek a lényege. Szereted-e fel a barátodat, mint te magad? Mondom, tanár úr, mondom, igyekszem, de nem tudom, hogy sikerül-e. Ezt meg sem akadta a fejemet. Azt mondja, tudod, akkor az Isten számára jó zsidó vagy. Az Isten csak az érdekli, hogy megtartod a törvényt, hogy hiszel benne, ha hiszel benne, az neked jó. Őt az nem igazán érdekli. Zsidó. Az ókori Palesztinából az egész világon szétszóródott sémi eredetű nép. Az osztályban adta körbe papírt, ahogy a gyerekek szoktak körbeadni papírt, és a kezembe került egy papír, amin az volt írva, hogy Erger, Berger, Schossberger, minden zsidó gazember, takarodjatok az országunkból. 1939. szeptember 1. Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a második világháború. Németország megtámadja Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát. Németország megtámadja Szovjetuniót. Magyarország is csatlakozik a hadüzenethez, és ezzel belép a második világháborúba. Thank you.
December 11. Németország és Olaszország hadat üzen az Egyesült Államoknak. Február 2. A 6. német hadsereg Sztálingrádnál leteszi a fegyvert. 1944. március 19. A már több hadszintéren vesztes német hadsereg bevonul Magyarországra. Beültünk ebédelni, az egész étterem ugye tele volt, az rádió nyitva volt, mert nem értették, hogy miért csak zene van, és éppen a levest ettük, azt sose fogom elfelejteni, amikor bemondta a rádió, hogy a német csapatok bevonultak Budapestre. Nem emlékszem szó szerint, hogy mit mondott, csak arra emlékszem, hogy egy csörrenés volt, mindenki leejtette az evőeszközét. Egy hatalmas csörrenés volt, és halálcsönd egyébként az ebédlőbe. Apám, aki állandóan hallgatta a rádiót, és sokkal többet tudott, mint mi, ő mindig vigasztalt, hogy ez ennek hamarosan vége lesz. És hát aztán döbbenten tudtam meg már munkaszolgálaton az orvos nagybátyámtól, hogy akkor, mikor apám mindent ilyen látszólag, ilyen optimista módon nézett, akkor fölment a németek bejövetel után két nappal a nagybátyámhoz, hogy adjon mérget, hogy mind hármunkat, hát, hogy ne tegyen ki annak a szenvedésnek, ami ránk vár. Zsidó törvények. 1938-tól egyre egyértelműbbé vált a magyarországi zsidók kirekesztése. Több száz ilyen rendeletet hoztak. Zsidó nem nézhet ki az utcára néző ablakon. Ugye a saját lakásában nem nézhet ki az utcára néző ablakon. Zsidó nem mehetett a korzon végig, járdán nem lehetett járni, csak az úttesten. Zsidó nem mehetett kávéházba, cukrászdába, moziba, színházba. A zsidók csak 10 óra után mehettek ki a piacra vásárolni élelmet. És akkor kijött az a rendelet utána, hogy csak fajtiszta indulhat versenyen. Most meg kell neked mondanom, hogy nem tudtam, hogy mi az, hogy fajtiszta, mert azt csak kutyába hallottam addig. Sárga csillag. A zsidók a töltözékükön megkülönböztető jelvény. De mikor kiadták, hogy ezt fel kell mindig tűzni, akkor apám valahogy megkérdezte, hogy és nyáron, amikor meleg van, hova tűzzük? És akkor ordították, hogy a bőrödre. Deportálás. Száműzés idegenbe. Kézzel lakóhelyre való hurcolás. Sábeszre készültünk. Hát nekünk befűthető tűzhelyünk volt, és a Várhesz és a kalács el volt készítve, és egy része benn volt már a sütőbe. Akkor egyszerre csak teljesen váratlanul betörtek a
csendőrök, egy csomó csendőr, és durva szavakkal azt mondták, hogy gyorsan-gyorsan pakoljunk össze, alig hagytak nekünk egy pár percet, hogy valamilyen kis holmit, a legszükségesebbet összepakoljuk. Kemények voltak, barátságtalanok, de a falu többi lakó is, amikor nézték, ahogy megyünk, nem igen láttam részvétet az arcokon, inkább kíváncsiságot, meg únyt, meg ilyesmit. Megelégedett mosolyal nézték, hogy bennünket, mint én nem tudom, mihez hasonlítsa magunkat, állatokhoz. Rémes érzés volt. Szedtük a paklinkat, és fele fel a teherautóra. És azóta kezdődött a Golgota. És el kellett mennünk a gettóba. Emlékszem, volt egy Muri nevű kutyánk, és a szegény olyan hosszú ideig rohant utánunk, míg aztán teljesen fáradtan hátra maradt. Talán az egyetlen élő lény volt, aki velünk érzett. Zsidók tömeges deportálása. Gettó. Elkülönített negyedekben tömörítették össze a zsidó lakos. Nagy ház volt, és összezsúfolva. Hát mi vittük a két picit is, ugyebár. Össze voltunk, nem is tudom, hányan voltunk abban a szobában. A mellettünk lévő szobában is millióan voltak, és egy kislány, akinek azt hiszem, valamilyen bárányhimrója lehetett, vagy csalánkiütése, mert ott siránkozott szegénykém, nem volt elég a két pici, akik ott nyivákoltak, a pirinyok. Nagyanyám simogassás, nagyanyám, mert viszketett a kicsike, és szaborzalmas volt. Nagyon sok jó, rendes, emberséges emberrel kerültem kapcsolatba. Mellettünk levő lakásban három öreg lány lakott, akiket akkor ismertünk meg, mert hiszen mi nem laktunk ott korábban. Minden nap azzal mentek el dolgozni reggel, hogy becsöngettek, hogy mit kell hozni, mit vásároljanak, vagy tehetnek-e valamit, értünk. Időközben a gazdagokért, tehát az én szüleim nem tartoztak azok között, időnként hallottuk, hogy a harmadik szomszédból elvitték az embert, és akkor pár óra múlva visszahozták fél holtra verve, vagy pedig utána meg is halt. A Szabó műhelybe rendezték be a vallató helységet, ahol minden családfőt, hát mivel nálunk nem volt családfő az anyámat,
bevitték, megverték. Felsorakoztattak minket, és elindultunk. Egy menet volt a városon keresztül a téglagyárba. Szakadt az eső, és akkor cipeltük a kis, meg volt szabva, hogy mekkora csomagot lehet vinni. És mentünk, és nagyon sokan álltak az utcákon, meg az ablakokból ki. Ez egy attrakció lehetett. Én inkább arra emlékszem, hogy hát elnézést a kifejezésért, nagy röhögések voltak. Azt hittük, hogy már ez a vég, nem igaz. Csak egy kis kezdet volt. Esett az eső, téglagyárba, egy pocsolyába feküdtünk, ültünk. Három napig alig vártuk, hogy már onnan elkerüljünk. Csak akkor még nem tudtuk, hogy hová és hogyan. Ez egy ilyen szállóige volt a családban. Mondtam anyukámnak egy ilyen nyomasztó alkalommal, hogy hát ha én gazdag lennék, akkor venném a kalapomat, és mondanám, hogy pá Magyarország, és anyám nevetett, és mondta, hova mennél kisfiam, mondta, Németországba. Sikerült. Bevagonírozás. Marhavagonokba zsúfolják az embereket, s így szállítják őket a koncentrációs és megsemmisítő táborokba. Néhány nap múlva ott megjelent egy szerelvény, egy tehervonat, és akkor be lehetett szállni. Hát örültem, hogy elmegyünk innen, ugye? Na, nagyszerű. Marhavagonok voltak, és az egyik ilyen szörnyű emlékem, amit máig is időnként visszaállok a fülembe, amikor rákattant a vagon ajtó zárja, és 13 évesen, amikor azt éreztem, hogy bezártak. A tömeges deportálások, a magyar hatóság aktív közreműködésével zajlottak. 437 ezer embert deportáltak, nagyrészt Auschwitzba. Voltak öregek, terhes asszonyok. Én csak azt hallottam folyton, hogy vizet, vizet, orvost, orvost. Szóval ez úgy kattogott bennem, ahogy a vonat kerke kattog, amikor az ember vonaton ül. Ezt hallottam, és azután úgy szinte elkábultam. Éhségtől, álmosságtól, melegtől, azt már nem tudom. Azt se tudom pontosan, hogy hány napig mentünk. Szegény Gyurika kérte a mackóját, hogy aludni akar, ő még 9 éves volt a mackója benne volt a hátizsákjába, és összetört a baraszlekvár, az úgy bennem maradt, hogy ázott a baraszlekvárba szegény mackó, nem tudtam azt se odaadni neki, kiszedtem valahogy. De. Ez volt az utolsó képem erről a kisfiúról, szegényről, hogy a mackóját kérte. Anyám szegény. Kinézett az ablakon, és látta, hogy minden zöld, zöld a mező, és virulnak a fák, és tele van minden virággal. Volt június 1-én vagy 2-án, kapott szegény egy sírógörcsöt, nem tudta abba hagyni a sírást. Elkezdett rémesen sírni, hogy az ő két gyerekét, az ő két szeme fényét hova viszik, mit csinálnak vele, mikor látott embereket a mezőn szabadon dolgozni. Hát volt ott egy kisfiú a szüleivel, és a valósok elbeszélgettem, és hát 6 éves volt, elvégelve már 7, de akkor most elvégezte az első osztályt, most jössz akkor másodikba, mondtam neki, nem jövök én már semmilyen osztályba, mondta ő. Adler Marian élt 11 Zsófia, 6 év, 10 hónap, 24 nap. Bárdos Éva élt 8 éve, 11 hónap, Rassi és 10 Viszka, 0 év. Bárdos György élt 12 évig, Rasiuszka, 0 év, 3 hónap. Bárdosi Bolya, 13 év, 4 Rasiuszka, 13 év, 11 hónap, 29 nap. Dringler Klára, Bert Marianna, élt 11 éve, 11 hónapot, és Réter Mária, 6 év, 0 hónap, 6 nap. Berán Anna,
Zikler Mária, 6 év, 0 hónap, Csüsika, élt, 4 év, Egmajlit, 3 év, 2 hónap, 4 nap. Engel Ándor, élt, 5 évet, Engel Hála hónapot, 19 év, 27 nap. Erdi Éva, 12 év, 1 hónap, 12 évet. Feldmár Péter, 0 év, 0 hónap, 12 nap. Szerencsétlenség, csapás, megsemmisülés, megsemmisítés, katasztrófa. Mint hogy Auschwitzba szárnyvonal vezetett, úgy éreztük, hogy visszafele haladunk. És már abba a pillanatba többektől elhangzott az a kijelentés, hogy a kormányzó úr mégiscsak törődik velünk, és visszahoz bennünket. Rá körülbelül egy órára lassított a szerelvény, és megérkeztünk arra a helyre, amiről fogalmunk se volt, hogy létezik. Amikor kinyitották a szerelvény ajtaját, jobban mondva fölrántották, és egy csomó SS legény óriási kiáltázások között rasz, rasz, felflugte, jó, de szóval látszott, hogy ilyen megfélemlítésre megy a dolog, lerángatták az embereket a szerelvényről. Amint megérkeztünk, rögtön éreztem azt a szagot, amit végig éreztem. És noha én életemben nem, vagy nem emlékszem rá, ha csak disznóöléskül nem szagoltam ilyet, én azt mondtam a anyámnak és a nagyanyámnak, hogy ez égő hús szaga, és ők azt mondták, hogy az nem lehet. Mint egy megbolygatott hangyabolyba. Mindenki rohant, mindenki... Nem tudták az emberek, hogy mit csinálnak magukkal. És elkezdek ordítani, szétválasztották a férfiakat a nőktől. És akkor mi együtt, mi persze, akkor láttam utána apámat. Anyám fogta a húgom kezét, a másik oldalon meg az én kezemet. És akkor Mengeléhez értünk, kérdezte, hogy tudsz-e dolgozni. Mondtam, igen. Szegény húgom az nem került vele, mert alacsony kis lány volt, két Szofia volt. És az ment anyámmal, fogták egymás kezét, és még így integettek, kiabáltam. Majd találkozunk. Soha többet nem találkoztunk. De kicsi gyerekek egész 12 éves korig egyenesen a gázba mentek anyukkal együtt. Csak az ikrek maradtak meg, mint gyerekek. Anya lánya volt. És az anyát szelektálták balra, és a szerencsétlen nő elkezdett ordítani, hogy a lányommal, nem hagyom itt a lányomat, és akkor Mengele nevetve azt mondta, hogy vidd a lányodat is. Mi
mi odaértünk, és az anyámat rögtön a bal oldalra küldte. És én nem akartam az anyámtól elszakadni, és utána akartam szaladni. És akkor jött egy német katona, és egy gumibottal a fejemre akart ütni, és a szegény anyám nagyon félt attól, hogy engem az meg fog verni, csak intett nekem, hogy menj, menj, majd valahogy találkozunk. És az az mozdulat az, ahogy mindig a szemem előtt látom. És ott maradtam, az volt az utolsó, hogy az anyámat láttam. Krematórium. Tettemek elégetése céljából a megsemmisítő táborokban krematóriumokat építettek. Mindenki arról mesélt, hogy mi volt régen, és hogy milyen volt otthon, és milyen volt a gyerekszoba, és milyen volt a játék, és milyen volt a baba, és főleg, hogy mit főztek, hogy mit ettek. És vártuk, hogy mikor kapunk enni. A fő téma az evés volt. Akkor volt egy latrina, ami mellett, tudom, nem tudom, hogy hány sor magasságban így slichtolva voltak a hullák, és ott játszottunk. Ahogy visszaemlékszem, egyáltalán nem tett hatást rám, szóval, hogy hullahegyek között játszok. Én nem is hiszem, hogy féltünk már a haláltól. Nézd, mi gyerekek a gyerekblokkban, mellettünk volt egy kis blokk, ahol gyűjtöttek a nőket a szelekció után. És másnap vitték a gázba. Ott rémes kiabálás, sikoltozás volt. És ezt hallottuk minden nap. Az emberek, gyerekek megszokták. Letargikusak lettek, apatikusak lettek. Láttuk, hogy szedték össze a halottakat, a betegeket, akik meghaltak természetes halállal, voltak ilyen taligák, dobáltak egyiket be a másikra, és mi azt láttuk, mint gyerekek. Azt tudom, hogy majdnem 10 napig, vagy talán még tovább is eltartott az a bizonyos dolog, amire viszont nagyon jól emlékszem. Az egyik fiatal nő, véletlenül nem vették észre, hogy terhes olyannyira, hogy ott szült a barakban, és arra emlékszem, hogy kitették a középen valamilyen emelvény. Ő futott végig a blokk közepén egy ilyen kőből.
lévő emelvény, amit nem tudom mire való volt, de ott volt. Tehát az választotta el a kétoldali alvó területeket, boxokat. És azt tudom, hogy kitették oda a gyereket, és nem engedték oda az anyát, úgyhogy nem, lehet, hogy nem is volt teje, de nem is szoptathatta meg. És hát eleinte nagyon hangosan sírt a gyerek, aztán egyre kevésbé hangosan, de nagyon sokáig bírta. Borzasztó sokáig, úgyhogy azt hallgattuk. Péntek este gyönyörűen énekelt, mert a kolozsvári operaháznak volt az énekesnője. Gyönyörűen énekelt. És én ezt a Lolának hívták, megismertem, hogy ő ott van. Ebbe a szobába, ahonnan a halálba viszik az embereket. És nem tudtam miért. Utána rájöttem, hogy miért van ott ez az énekesnő. Egy kis halott gyereket tartott a kezébe, és ahhoz beszélt, és ahhoz énekelt, és a szobába egy körbe ment, és ahogy én láttam, rájöttem, hogy ő megbolondult, hiszen egy halott gyereket tart, és ezt sem fogom elfelejteni soha az életbe. Koncentrációs táborokban sorakozott jelenti, melynek helye az Appellplatz. Hajnalok hajnalán, mondjuk 3 vagy 4 órakor kiállítottak minket a jeges szélbe, hóba. Mozdulatlanul kellett állni, és leszámláltak bennünket. Ha valaki összeesett, ahhoz nem szabad volt hozzányúlni, nem szabad volt segíteni neki. Az SS-nők kutyával, korbáccsal sétáltak közöttünk, és ha bárki megmozdult vagy szólt, akkor a korbács rögtön működött. A halottak ott voltak az apjánál. A létszámnak meg kellett lenni. A németeknél nem volt mese. Minden arra ment, hogy az emberi méltóságot lábbal tapossák, és nem ember számba venni azt az állati vigyort az arcukon, ahol bánta, amikor bántani tudtak bennünket. Azt nem lehet kifejezni. Itt nem lehetett szó szolidaritásról, vagy bajtársiasságról, vagy valami. Mindenki úgy próbált levegőhöz jutni, élelemhez, meg mindent, hogy keresztül kellett taposni a másikon. Ez maga ez a szituáció, ez a tömeges emberhús egymás hegyén hátán, és nem tudtam megmozdulni anélkül. Szóval ilyen féreg állapotba kerül az ember. Kora hajnalba indultunk vaksötétbe, csak bennem van a német SS-nőnek a hangja, hogy links, links, links und links, és így kellett menni, ugyebár munkába nekünk pontosan lépkedve. Egy szemláger volt, szerencsére csak egyszer mentünk arra. Hát ez egy tragédia volt ott. Azt hiszem, csehszlovák vagy valamilyen szláv nyelvet beszélő gyerekek voltak. És én nem tudom, mit csinálhatott az egyik kisgyerek, de egy német ott fadoronggal ütötte ezt a gyereket. Hát ez valami tragikus volt. Ha arra kellett menni, akkor becsuktam a szemet meg a fülemet, mert én azt nem bírtam se látni, se hallani. Nagy krízisen mentünk keresztül, mi akik vallásos családból származtunk, és imádkoztunk reggel este a
kegyelmes Istenhöz. Az nem látta, hogy a gyerekekkel mi történt, és hogy az nem látja, hogy mi történt a szüleinkkel, meg öreg emberekkel, meg asszonyokkal, főleg gyerekekkel. Úgy látszik, hogy akkor az Isten nem volt Auschwitzban. Proklamáció 1944. október 15-e. Horthy Miklós kormányzó a rádióban bejelentette Magyarország kilépését a háborúból. És a rádióban tényleg volt hangot Horthy Miklósnak a nyilatkozata, és ma már az a mondat volt benne, hogy már mindenki tudja, hogy Németország ezt a háborút elvesztette. Ugye ez a mondat, hogy Németország ezt a háborút elvesztette, hogy magyar voltak éppen, hát magyar jobboldali rasszista kormánynak, vagy a feje, hát nem is kormányfő volt, hanem államfő, jelenti be számunkra a mindenek a végét jelentette. Az, hogy vége, most vége, most ténylegesen vége lesz. Ez tartott is 3 óráig, amikor aztán vége volt, elhallgatott a rádió. Életemben sokszor ismétlődött meg, amikor elhallgatott a rádió, egy bejelentés után, és a zene következik, és az ellenkező információ, hogy Szalasi átvette a hatalmat, hogy Magyar Nyilas Keresztül a Spárt átvette a hatalmat. Bevittek minket az Andrássy 60-ba egy elég nagy helységbe. A szoba közepén egy konyhaasztal volt, és egy golyószóró, és egy hokedli. A szobában arccal a falnak zsidók álltak, és bejött egy asszony egy kosárral, ennivalót hozott a nyilasnak. Gondolom, a felesége volt. Én megéreztem, akkor már órák ott álltunk, és kisgyerek voltam, és talán föl se fogtam, hogy mi a valóság, éhes voltam. És így visszafordultam, és a vállam fölött néztem, hogy eszik. Megéreztem a pörkölt szagot. És azt mondta a nyilas felesége a férjének, adja kölyöknek. Nem adok, mert zsidó. Hát kölyök még, mondta az asszony. Kis kukacból lesz a pondró, mondta a nyilas. A 24-én karácsony estének napján megjelentek nyilasok, és közölték velünk, hogy elvisznek dolgozni. Hát ugye sok gyerekkel véges végig a Rákóczi úton az egész városon. Nem lehet azt mondani, hogy sajnáltak minket. Körülbelül 100 gyerekkel. És elvittek a Munkácsy Mihály utcába. Néhány nap múlva a saját ránk bízott gyerekeinken kívül apácák áthoztak még
6-7 ilyen másfél év körüli gyereket, de sajnos azt hiszem, hogy ennek a kivételével mindenki elpusztult, mert nem bírták. Ez annyi gyászt okozott nekünk, mert hiába, hát azért, ha nem is voltak a saját gyerekeink, hát azért gyerekek voltak, akik semmiről nem tehettek, és ilyen nyomorultul kellett elpusztulniuk. Volt egy kisfiú például, aki egy egész délután haldoklott, és engem folyton a mamájának hitt. Ez borzasztó volt. Nyilasok jöttek a házba, és közölték, hogy emeletenként fogják a zsidókat a Dunába lőni. De azt hiszem, hogy 6 nyilas, mi csak minket pedig sokan voltunk. Legalább voltunk 80-90-en ezen az emeleten. És az édesanyám elmagyarázta nekem, hogy amikor a Dunaparton fogunk állni, és ő hallja a lövést, akkor ő elém fog, a háta mögé fog ugrani, és én ugorjak. Nem nagyon értettem. De erre nem került sor, mert egyszer csak egy teherautó állt meg mögöttünk. Nem volt szabad megfordulni, nem tudtuk, hogy ki jön. A Wallenberg volt úgynevezett kisegítő karhatalmi alakulattal jött, akikről háború után megtudtam, hogy főleg zsidók voltak, egy nyilas karszallaggal. Lefegyverezték ezeket a nyilasokat, hoztak egy nyílt parancsot, hogy minket a gettóba kell bevinni, és fölraktak minket a teherautóra, és nem vittek be a gettóba, hanem elengedtek minket a Pannonia utcában, hogy mindenki bújjon el, ahova tud. Január 13-án jöttek be az oroszok, és nem értették, hogy kik ezek a gyerekek, akik a nyakukba borultak. Nem tudok meghatottság nélkül gondolni erre. Ez egy nagyon nagy pillanat volt. Igazi felszabadulás. Gettó 1945. január 18-án szabadul fel. Magyarország 1945. április 4-én szabadul fel. Sajnos a testvérem nem jött vissza a sütből, az Inikél testvérem. Mondtam, hogy megbetegedett, és felszabadultunk az oroszok által, de hát az oroszok sajnos sok gyógyszert nem adtak neki. Filmet készítettek róla. Anyám is beteg volt, 35 kiló volt, én 20 kiló voltam, ő feküdt az ágyba, én feküdtem az ágyba, és egyik reggel jött mondani, hogy egy külön teremben volt Rutikával, és jött mondani, Judit, a testvéred ma reggel meghalt. Május 9-e, a második világháború vége.
A holokausztot nem lehet megmagyarázni, és nem lehet megérteni. Hogyha a holokausztról beszélünk, tudnunk kell elsősorban, hogy valamiről beszélünk, amit megérteni nem lehet. Ez nem egy történelmi esemény, a holokauszt kívül van a történelmen. Tökéletesen irracionális esemény. A mi emlékeinket elmesélhetjük, de ha én elmesélem azt, ami velem történt, akkor nem beszélek a holokausztról. Én a saját emlékeim beszélek, egy túlélő vagyok, akinek amit a holokausztról elmondtam, abban benne van az, amit azóta átéltem, tehát az, hogy túlélő vagyok. Holokausztról igazán csak a halottak tudnának mesélni, de halottak nem tudnak mesélni, mert halottak.